Sziasztok! Az átigazolás összefoglaló harmadik részéhez érkeztünk, ahol a harmadik hét transfereit fogalom össze egy videóban, és hamarosan érkezik majd a múlt heti összefoglaló is. Na de, nézzük akkor először a Magyar NB 1 et Lámozik Zolá Gerszegről Demjén Patrik, és visszatér korábbi klubjához, az MTK-hoz. Az ő pótlását az egerszegiek a Diós kapusával senko zsomborral oldották meg. A Ferencváros három játékost is szerzőtetett, előbb Ibrahim Sziszét a francia másodosztályból, Alexander Pesicet a Crona Zvezdától, valamint Mohamed Abufanit az izraeli Makabitól. A Kecskemét együttese is szerződtetett új játékosokat, az Eto FC Győrtől Kisbencét, míg az elmúlt fél évet szintén Győrben töltő Szentrei Jákost is. A paksiaknak is rengeteg új szerzeményük volt azon a héten, hiszen siérik mellett megszerezték mezei szabolcs játékjogát is, illetve voltak további igazolások, ők viszont majd a következő részben érkeznek. Spandler Csaba a Fehérvár együtteséhez igazolt a Puskás Akadémia együttesétől, míg Tamás Krisztián a Budapest honvédot hagyta el, és az Újpestben folytatja pályafutását. Erősített a Kisvárda is, többek között a Kazinc Barcuka védőjével, Lippai Tiborral, egy bosnyák játékossal, Csipeticsel, illetve a Ferencváros utánpótlás kapusával, Kovács Marcellel. Az mb 1 frissen feljutó Diós Győri együttes szintén jelentett be új érkezőket, ilyen volt az egyik kapuskárló Szentics, illetve egy másik hálőr, aki ismerős lehet az mb 1 fanatikusainak, hiszen Kisvárdáról érkezett Ártem Odincov, valamint egy bolgár hátvéd, Bozsidár Csorba személyében. A mezőkövesd első szerzemény az MB2-ből érkezett, Hudák Martin soroksáról tett át székhelyét kövesdre, míg az MTK Kádár Tamás el erősített Paksról. A másodosztályban kinevezték a szombadai haladás új vezetőedzőjét, a szerb Alexander Jovicsot, illetve két új igazolást is bejelentettek, Szakály Attila és Jagodics Márk visszatérnek a szombathelyiekhez. Az ETOFC Győr is két érkezőt jelentett be, hiszen Szépe Jánost az MTK-tól, Buna Gábort pedig a Kecskeméttől szerezte meg az ETO. Az MTK-tól távozó Palincsár Martin pedig Szegeden kötött ki, rajta kívül pedig a fiatal szerb védőt Dimitri Ácsimovicsot szerződtette a szegedi együttes. A gyirmottól támozó nagypatik lett a mosonmagyaróvár első nyári szerzeménye, míg az etóból igazolt az ajka Borsos Filip személyében. Kazinc Barcikára szerződött Pap Milán, illetve a barcikaiak másik igazolása Dóra Donát volt. A soroksár együttese pedig az Ajka támadójával Dragoner Filipp erősítette meg játékos keretét, a budafokiak pedig korábbi debreceni játékossal Pintér Ádámmal erősítettek. A Nyíregyháza, illetve a Tisza Kécskes kineveztői vezetőedzőjét Nyíregyházan Timár Krisztián, még Tisza most László veszi át az együttes irányítását. Most pedig menjünk a topligánkba, ahol a bejelentette az Ász Róma, néven Endika leigazolását. A Bundesligában a Wolfsburg Moritz Jenszel erősített a bajnokok ligájára készülő Unión Berlin pedig Kaufmannnal. Az Erste FC Köln két érkezőt is bejelentett, Luka Waldschmidt mellett érkezett Kristensen Dániából. A TSG Hoffenheim együttese pedig Justvant igazolta le. A Real Madrid bejelentette a érkezését, a spanyol válogatott támadó az eszpanyoltal érkezik, míg az Osasunának is megvan egy újabb érkezője, Zsazé Arnaiz személyében. Ami a Premier league illeti, a Brighton hivatalosan is bejelentette a Liverpooltól távozó James Milner, illetve a Dortmundtól szintén távozó Mahmoud Dahoud érkezését. És végül egy topligán kívüli hír, Engolo Kanté hivatalosan is az arab állíti Kálba együttesében folytatja pályafutását.